És még mindig a saját házunk táján maradunk egy kicsit, ha megengedik. Ugyan egy szomorú apropó ad erre alkalmat nekünk, mert hogy volt egy nagyon kedves és nagyon tehetséges operatőr a Pécsi Körzeti Stúdióban, úgy hívták, hogy Kókány Zoltán. Sok kollégámnak, a mostaniak közül is még munkatársa volt, én sajnos már nem dolgozhattam vele, csak a filmjeit láttam, ez is élmény. Ráemlékezünk, 20 éve hunyt el. Ez volt Kokány Zoli egyik vizsgafilmje, és akik vele dolgoztak itt a stúdióban, Hárságyi Margit szerkesztő, üdvözöllek, Radó Gyula rendező és Háda Sándor operatőr. És még mielőtt mi emlékeznénk Zolira, engedjétek meg, hogy a nézőknek is bemutassa két másik vendéget, akik személyesen ugyan nincsenek velünk, de küldtek egy ma oly divatos videóüzenetet, ők pedig Halla József és Ágoston Gábor, szintén kollégái voltak és operatőrök. Úgy maradt meg bennem a Zoli, hogy csendes, nyugodt, kiegyensúlyozott, jó humorral megáldott kollégát ismertünk meg az első perctől kezdve. Ő még azok közül a klasszikus segédoperatőrök közül való volt, és a Hádasanyjának volt ő a segédoperatőre, akik filmen tanultak. A Zsófia lánya papa hatására elkezdett fotózni, és nagyon jó szép fotókat is csinál, van is egy pár nálam. Ami megmaradt, az mind a tárgyi emlékek, illetve az, hogy a papája hogyan tanította őt fotózni. A lányára egy életre szóló hatást. Olyan erős volt. Egyébként ez nagyon igaz, mert a filmjei készítésénél, annak ellenére, hogy egy csendes, nyugodt, visszafogott ember volt, annak ellenére emlékszem, hogy nagyon határozott volt, mindig tudta, hogy mit akart, csendes szóval elérte azt, hogy te azt a lámpát, hiába mondott, hogy oda kell, nem oda kell tenni, azt oda kell tenni, tegyétek oda. A harmadéves vizsgafilmért, ha emlékszel rá, az volt a címe Puff, azt ott forgatta a Pécs környékén. Mai szemben nézés egy modern filmet készített. Olyannyira arra emlékszem, hogy volt benne egy snitt, amit ugye egy tükörrel csinált meg. Tükrön keresztül a vonatot egészen közel tudta engedni, hogy neki megy a kamerának a vonat. Ez a hatás volt, nagyon emlékszem, hogy... Neki is ment a kamerának. Függőrnek pontosabban így van. Mert hát ugye a mi szakmánk az egy nagy illúziókeltés, és ennek ezek szerint mestere volt, jó ötleteket használt a filmjeibe. Jó filmes lett volna belőle. Még tovább folytatja. Kokány Zoli nem operatőrként került ide a Pécsi stúdióba, ha jól tudom, hanem segédoperatőrként, ugye el is hangzott, igen, hogy Sanyi, igen, a te segédoperatőröd volt. Talán... Hogyan emlékeztek akkor, könnyű volt bekerülni a tévébe? Mert hát azért 20-25 évvel ezelőtt még a televíziós szakma az egy sokkal nagyobb nimbus volt, mint manapság. Hát nem volt olyan könnyű bekerülni, de az Zolinak azért megvoltak a megfelelő alapjai, tehát én nagyon komoly fotós volt, amatőr fotós volt, nagyon komoly amatőr filmes
múlttal rendelkezett, és komoly díjakat is nyert a filmezésével. És ekközben följártam a Magyar Televízióhoz segédoperatőri tanfolyamra, és úgy került mi hozzánk, hogy már kész segédoperatőr volt, filmes segédoperatőr volt, és így ismerték már meg. És 1981-ben jött hozzánk, és szinte azt hiszem, én lehettem az első, aki velem dolgozott. Margit, emlékszel, hogy találkoztatok először? Igen, igen, az a helyzet, hogy most, ahogy itt erről beszéltünk, hogy Zoliról meg fogunk emlékezni, ahány kollégával találkoztam, mindenki azt mondta, hogy én is szeretnék valamit a Zoliról mondani. Én is, mert nekem a legjobb barátom a Zoli volt a legjobb, és ezzel én is így vagyok, hogy úgy gondolom, hogy nekem is a legjobb barátaim közé tartozott a Zoli. Első perctől kezdve, mert a Zoli soha nem tett nagy köröket, ő egyszerűen csak beszélgetett velünk, egyszerűen csak törődött velünk, és én, mint szerkesztő, borzasztóan boldog voltam, amikor a Zolival elkezdtünk mi állandó munkatársaként dolgozni, mert én odáig terjedtem, hogy elmondtam egy ötletet, hogy volna egy ilyen műsor ötletem, és akkor ő az operatőr lelkével, szemével ezt egyszerűen áttette egy másik síkra, és a dolog elkezdett televízióvá válni, elkezdett képpé válni, elkezdett megfogalmazódni, és hát itt van Radó Gyuszi, akinek mindezt, tehát egy rendező és egy operatőr együtt ezt meg tudják tenni, és ez egy csoda. És a Zoli ezt tényleg nagyon halkszavúan, nagyon visszafogottan és borzasztó határozottan mindig tudta képviselni. Gyuszi, te hogy emlékszel az első találkozásra? Mindenki azt mondja, hogy Zoli olyan nagyon csendes volt, olyan nagyon szemlélődő, és akkor csinált valamit, de azt csak úgy csinált. Igen, ez így van. Az a korszak, az, amikor a Magyar Televízió értékteremtő televízió volt, és aki idebe szeretett volna kerülni, az pontosan tudta, hogy az ő egyénisége és az ő értékteremtő vágyai valahol talán itt valósulhatnak meg. És én azt hiszem, hogy mi most öten ülünk itt, róla beszélünk, és itt nem úgy szeretnék emlékezni, és azt hiszem egyikünk sem Zolira, hogy most itt van köztünk. Mert mindaz, amit készített, és mindaz, amit leforgatott film, vagy televízió, vagy videótechnikában, az tulajdonképpen megőriz egy korszakot, megőrzi a saját egyéniségét. Tehát amikor először dolgoztunk, én azt hiszem minden minőségben dolgoztam együtt, mert Hádasanyival elég sok filmet készítettünk, Margitról nem is beszélve, hogy az életünk, hát azzal telt el, én ugyan Pesten éltem, és a Magyar Televízió drámai osztályán dolgoztam, de mindig nagyon boldogan jöttem, mert itt egy olyan fiatal generáció volt, aki kíváncsi volt, tudni akart, és hogy a kérdésedre válaszoljak, tulajdonképpen azt tűnt föl, hogy egy fiatal ember a szakmáról mindent tudni akar, soha nem akarja lemásolni a mesterét, soha nem akarja lemásolni a látottakat, tudja, hogy mindent tudni kell, nagyon fontos, hosszú idő telik el, amíg valaki végzett operatőrként is tulajdonképpen meg tudja teremteni magát, de ő egy szerencsés helyzetben volt, mert a korai múltja, az amatőrfilm és a fotó, az tulajdonképpen egy olyan ábrázolást és egy olyan képi látásmódot. Nem csak az, hogy igen, az alap az abszolút fontos, tehát minden tudott arról a szakmáról, hogy mi hogy készül. Tehát a celluloid szallagtól a fotópapíron keresztül. De tulajdonképpen egy olyan fajta látásmódot tudott megőrizni, ami mássá tette és ami felismerhető. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy abban a korszakban, a televízióban azok a fiatal emberek, akik tehetségesek voltak, azokkal mindenki szívesen dolgozott, szerkesztő is, ha segédoperatőr volt, operatőr is, hiszen itt most, hogyha körülnézek, akkor van olyan kollégánk, akikkel még mi Hajdan mind együtt dolgoztunk, mint segédoperatőrrel, mint fővilágosítóval.